Fő támogatónk a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Merkantil Bank. Támogatók: Advess Moto a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, a Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, valamint a ProMX a ProGreen MX termékek magyarországi forgalmazója. A műsorrészt támogatta az Ivanics Motor. Szoktam mondani néha, hogy a Go Bike-ban ismét történelmet írunk, de most ez tényleg így van, mert két olyan emberrel beszélek, akik szintén történelmet írtak. 2018. február 22-én benne voltak abban a csapatban, akik Magyarország első téli olimpiai aranyérmét szerezték. Sokan úgy gondolják, hogy a korcsolyázás is egy olyan életérzést ad, mint a motorozás, illetve hát a bringások között is nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy azért bringáznak, mert egyfajta szabadságot éreznek. Nálatok ez hogy van? Mindenképpen rengeteg a párhuzam, hiszen a versenyzés élménye, ami nálunk van, az biztosan nagyon hasonló lehet egy motorversenyhez, és a dőléshelyzetek, mondom, hogy a kanyarban mi befekszünk, gyakorlatilag pár centire a másiktól próbáljuk ugye megelőzni az előttünk lévőket, más ívenbe menni, szélesebbe bemenni, szűkebben kijönni. Ezek nagyon hasonlóak szerintem egy motorversenyhez. Tehát amikor az ember jó formában van, és úgy minden klappol, akkor az a fantasztikus érzés, hogy suhan az ember a jégen, az egy nagyon-nagyon, hogyan fogalmazza, különleges érzés, nem nagyon tudod máshoz hasonlítani. Egy motorozás van hozzá közel szerintem. Hát erre szokták azt mondani, hogy előjön az adrenalin. Nálad ez hogy van? Hát nálam is, tehát tényleg a bicikli motorozás tényleg ad egy sokkal nagyobb szabadságot, mint beülni egy autóba, hogyha tehetem edzésre is biciklivel vagy motorral megyek, hiszen még akkor is egy motor mondjuk 300 kiló a térdünkkel, combunkkal tudjuk irányítani, dönteni. Egy autót maximum a kezünkkel, ahogy kormányzunk, de az nem ugyanaz, mint amikor tényleg a saját testünk részévé vál mondjuk. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy a korcsolyázás közben mennyire kell előre gondolkodni. Ugye a motorozásnál mindig elmondjuk, hogy az autózáshoz képest az a különbség, hogy az autóban ülve a környezetünkkel kell csak foglalkozni, a közvetlen környezetünkkel. Még a motornál ugye, hogyha 3-4 útkereszteződést belátsz előre és azzal kezdesz el foglalkozni, akkor fogsz tudni jól motorozni. Tehát alapjában véve át kell állítani egy kicsit a gondolkodásunkat másikra. Ez a korcsolyázás közben hogy van, főleg versenyzés közben? A versenyzés közben legalább egy ilyen két kanyarral kell előre gondolkodni, hogyha valamit tervez az ember, vagy hogyha valamit vár esetleg, hogy mi fog történni futamon belül, akkor nem lehet azt, hogy csak azzal az egy kanyarra vagyok elfoglalva, éppen vagyok, mert akkor mire valaki csinál valamit, már lemaradok, vagy nem leszek olyan helyzetben, hogy reagálni tudjak különböző helyzetekre. Főleg amikor az ember egy előzés készít elő, akkor azért az nem egy kanyaron belül van meg sokszor, hanem már előtte gondolkodik az ember, hogy egy pici tempó különbsége jön már ki az előző kanyarból, egy picit szélesebben kezdi. Úgyhogy ez is hasonló a motorozáshoz, és akkor motorulok a városba, próbálok minél messzebb belátni a kereszteződéseket, utakat, hogy lássam, hogy ki merre mozdul az autójával, hogy tudjak esetleg kerülni, hogyha úgy alakul a helyzet. Motorozásnál melyik kanyarokat szeretitek? Csak a balost, ugye? Mert hogy a versenyzés közben elsősorban arra vagytok kiélezve, hogy mindig balra, aztán egyenes, aztán megint balra, aztán megint egyenes. Ez befolyásol benneteket motorozásnál? Tehát jobban megy mondjuk a balos kanyar, mint a jobbos? Szerintem engem abszolút, de talán az élet minden területén vagyok vele, hogy balra kanyarodni, vagy egy nagyobb tempóval, akár kocsival, akár motorral vezetni, bedőlni, az sokkal természetesebbnek hat, mint jobbra. Megy úgy jobbra is, de az mindig olyan fura érzés, hogy jobbra dől az ember nekem. Ja, ha egyszer kipróbálunk egy pályát, biztos, hogy egy balosat kell keresni, amiben több a bal kanyar. Az jobban fog menni. Hungaroringen fordítva indulsz majd el. Megnyugtattalak benneteket, ez pszichológia. Általában a jobbos kanyarokat kevésbé szeretik az emberek, ez egy agyi beállítottság. Ha gondoljátok, akkor a bizonyos fórumokon utána lehet olvasni, ez egy elég érdekes dolog, tehát nagyon sokan félnek a jobbos kanyaroktól, inkább a balost szeretik. Hétköznapokban milyen motorral közlekedtek? Hát mivel csak egy motorom van, ezért az egy Kawasaki Z750-en van, úgyhogy hát úgymond szégyen csak a városba közlekedni vele, de hát eddig ez van. Nekem egy régebbi R6N-es Kawasaki-m van. Igazából ez, ilyen motoron tanultam meg vezetni tanfolyamon, és pont volt egy ismerős, aki eladta akkor a motorját,
úgyhogy szívesen ültem át rá, és városban engem teljesen kiszolgált. Tehát nem érzem azt, hogy sokkal erősebb vagy nagyobb motorral lenne szükségem. Szépen lehet vele közlekedni a városban, és igazából erre használom a dugó leküzdésére, főleg amire Pesten szerintem aranyat. Hát ismerted az előéletét, és ugye talán egy kicsit könnyebben adtad bele a derekat, igen, hogy abszolút, azt megvedd. Abszolút. Tudtam, hogy nem játszottak a kilométerekkel, nem volt törve a motor, ápolva volt, szépen fenn volt tartva, úgyhogy így bátran tudtam megvenni. Mivel foglalkoztok most a korcsolyán belül? Tehát mind a ketten versenyeztek, vagy tovább lépés volt más irányba? Hát én abba hagytam ugye, olimp után kaptam egy évet pihenni, gondolkodni, hogy van-e kedvem folytatni, mit érzek. Nekem azért volt 4 olimpia ugye a karrieremben. Én olyan 16 évesen kezdtem el világkupákra járni, meg ugye olimpiával kezdtem az első felnőtt szezonomba, úgyhogy nekem nagyon hosszú pályafutásom volt. Úgyhogy az egy év nagyon jött arra tényleg, hogy átgondolja, hogy mit szeretnék, és arra ez elhatározást jutottam egy év után, hogy főleg fejbe, meg lelkileg nem voltam kész arra, hogy még egy ciklusba tényleg a 100%-ot beleadjak. És ami változott ugye a gyorskorcsolyázásba ahhoz képest, amikor én elkezdtem korizni, hogy manapság annyira erős lett a nemzetközi mezőny, annyira kegyenített és annyira erős lett a magyar válogatott, hogy csak akkor tudsz ott maradni, eredményeket elérni, hogyha tényleg fejben és testileg is abszolút 100%-ot tudsz nyújtani nap mint nap, minden edzésen, minden versenyen. Nem éreztem, hogy ez bennem van, és úgy döntöttem akkor, hogy abba hagyom. Azóta a junior válogatott mellett dolgozok edzőként, sportvezetőként. Úgyhogy van is most már egy-két versenyző, akivel dolgoztam az elmúlt pár évben, és most már Csabiékkal edz a felnőtt keretbe. Csabi, így van ez? 100%? Mert úgy tudom, hogy te maradtál. Elég idegőrlő, úgyhogy nyilván főleg az olimpiák után, meg az olimpiai felkészülés az egy ilyen extra stressz, nem egy napig, meg egy hétig, hanem sajnos egy egész évig, úgyhogy kell utána a pihenő. Én még ugye csinálom, meg nem gondolkoztam el, hogy abba hagyom, még fiatal vagyok. Ezt az olimpiát még mindenképp. Aztán majd ezután meglátjuk én is, hogy mennyire bírom, mert amit mondott Viktor, az igaz, hogy tényleg ez egy olyan szinten teljes állású munka, nem hagy semmi mást az ember életében. Tényleg minden nap toppon kell lenni, nem lehet extra kirándulásokat betenni, vagy ilyesmi. Néha csak otthon ülök délután, és várom, hogy hadd aludjak el, és jöjjön a holnapi edzés, mert nincs erőm. De a szépsége meg ugye nyilván, amikor nyer az ember, akkor tudja, hogy azért nyert, mert mindent beleadott. Mi a következő célpont? Ugye azt tudjuk, hogy 2022. február elején kezdődik a következő téli olimpia Pekingben. Addig lesz valami nagyobb szabású verseny, amin indulsz? Hát igen, ahogy mondta ugye Viktor, most már az első lépcső az, hogy bekerül az ember a csapatba, tehát nagyon megerősödött a csapat, többen pályáznak, és mindössze 5 versenyző juthat ki. Úgyhogy az első ilyen verseny az most lesz szeptember végén, egy ilyen válogató, ott be kell kerülni a csapatba. A következő állomás az, hogy ki kell jutni az olimpiára, itt lesz 4 kvalifikációs verseny, és az egyik az itt lesz Debrecenben november 18-ától 21-ig. Úgyhogy oda várunk mindenkit szeretettel, és szurkoljanak, hogy kijussunk, vagy ők szurkoljanak ki. Hát bízunk benne, hogy lesz néző, ahogy hallottam, ott Debrecen környékén szeretik ezt a sportot. A beszélgetésünk végén már csak annyit tudok mondani, hogy 2022. februárjában olimpia, utána jön a motoros időszak, és szeretnénk benneteket vendéggel látni valamelyik versenypályán, és hát kapnátok egy képzést, illetve beszélgetnénk arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Fő támogatónk a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Merkantil Bank. Támogatók: Advess Moto a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, a Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, valamint a ProMX a ProGreen MX termékek magyarországi forgalmazója.